Köszöntöm Önöket! Amikor kivándorlásról beszélünk, akkor elsősorban a fiatalokra gondolunk, de arra nem, hogy bizony sok nyugdíjas dönt úgy, hogy nem ott fejezi be az életét, az idős napjait, ahol egyébként elkezdte azt, hogy mi ennek az oka, és például mi magyarok hova megyünk, kik jönnek hozzánk, erről is fogunk beszélgetni a mai adásban. Dísari Dóra, a DV Magyar főszerkesztője mellett itt van velünk Illés Sándor, aki geodemográfus. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ez természetes. És mielőtt elkezdünk beszélgetni, mindig van egy apropónk, amihez kötni szoktuk az adott témát, és most is volt ez, mert ugye az európai anyagban mind a két oldalról szoktunk foglalkozni, például ezzel a témával is, ugye Dóri? Igen, kollégánk, aki egyébként Spanyolországban él, Ladislai Gábor Márk, olyan magyar nyugdíjasokkal foglalkozott, akik úgy döntöttek, hogy felszámolják hazai életüket, és kiköltöznek Spanyolországba, és ott élik a nyugdíjas éveiket. És itt elmondások szerint elsősorban minőségibb életet tudnak élni, legyen szó vásárlásról, közéletről, szórakozásról, vagy éppen egészségügyről. Kollégánk három nyugdíjassal is forgatott, Pusztai Rozival, Nacsári Andrással és Kélinger Ágnessel is beszélgetett arról, az Alicante melletti La Marinében egyébként, hogy miért döntöttek így, miért pont Spanyolországba vándoroltak ki, és miért akarták otthagyni Magyarországot. Hallgassuk is meg, hogy mit mondtak erről. Rozi már nyugdíjas volt, amikor a férjével együtt elhagyták Magyarországot. Nyugodt, megfizethető közegre vágytak. Néztük a klímát, a gazdaságot, az ingatlan árakat, és hát nagyon fontos volt, hogy közel legyen repülőtér, mert mindkettőnknek családja van otthon. András és Ágnes otthona a következő megállónk. Ők egy éve élnek La Marinában. Nem vagyunk milliomosok. Azért választottuk Spanyolországot, mert anyagiakban itt sokkal jobban jövünk ki, mondhatni a legjobban, és azért a mi korunkban nyugdíjasokként ez nagyon sokat számít. A másik oldala pedig az, hogy béke, nyugalom, udvarias, kedves emberek vesznek körül bennünket. Én 60 éves voltam 10 évvel ezelőtt, és már akkor is azt éreztem, hogy leírtak. Tehát ha bementem egy boltba, akkor sem voltak hozzám kedvesek, de nem volt jó a légkör. Itt viszont akárhova megyek, mindenhol jó a légkör, és az időseket itt ebben az országban sokkal jobban szeretik és tisztelik, legyen az vadidegen, mint Magyarországon. Ahogy ez elhangzott a riportban is, tehát fontos szempont elsősorban természetesen az anyagi kérdés, hogy hogyan tudnak ott egyáltalán új életet kezdeni, és mennyiből jönnek ki egy hónapban. Itt egyébként, aki itt tényleg érdekelnek a részletek, az ugye a YouTube és Facebook oldalunkon is megtalálja a teljes videót, és ott Rozi elmondja, hogy neki például 1000 euró a költségvetésük, és ebből nagyon jól kijönnek úgy, hogy nem kell tulajdonképpen arra gondolniuk, hogy mikor mennek vendéglőbe, vagy mikor isznak meg egy kávét. A rezsi elmondása szerint nagyjából 200-250 euró, tehát valamennyi nagyjából 80 ezer forint. A többi pedig, ami még ebben az 1000 euróban benne van, az tényleg a biztosítások, internet, autó, üzemanyag, tehát tényleg minden. Szerintük egyébként olcsóbb kint a gyümölcs és a zöldség, kevesebb a rezsi, mivel rövidebb ideig kell fűteni, és az egészségügyi ellátás színvonaláról is pozitív dolgokat mondtak. És hát az ingatlan árak is meglepő módon, mondjuk ugye a magyarországi lakhatási válsághoz képest, azt lehet mondani, hogy már egy budapesti panellakás árából is megvehető ott egy azonnal költözhető, tehát felújításra nem szoruló ház vagy ingatlan. Legalábbis ezt mesélték nekünk az ott élők. Tehát még egyszer mondom, a riport az a YouTube és Facebook oldalunkon is elérhető, és ott több magyar nyugdíjas is mesél erről, hogy milyen az élet nyugdíjasként Spanyolországban. Így van, és sok komment is érkezik, úgyhogy majd erre is kíváncsi vagyok. Sándor itt közben nagyon bólogatott, de ennyire fényes ez a kép? Mert akkor azt gondolnám, hogy minden magyar nyugdíjas, meg akkor indítom anyukámat, hova menjen. Nem, azért nem ilyen szép a kép, és ami fontos, hogy nem, viszont nem csodabógrak ezek az interjúanyagok, akik beszélnek. Ez a folyamat már nagyon régóta tart, ez az időskorúak nemzetközi vándorlása. Ugye az északi országokból skandinávok indultak délfele, majd Angliából indultak ugyanerre a célterületre. Azért, mert tömegessé is vált ez a folyamat, olyan makroerők miatt, mint hogy az, hogy sokkal tovább élnek az emberek, és nem egyszerűen csak sokkal tovább élnek, hanem egészségesen várható élettartamok is megnövekedtek. Tehát keletkezett a nyugdíjas kor után egy olyan életszakasz, amit
Ugye valamivel ki kell tölteni, hát nem lehet csak azt várni egy 30 éven keresztül, hogy ugyan mikor következik el a vég. És gyakorlatilag ez az időkitöltés kombinálódva azzal, hogy vannak turisztikai élményeik. Nagy valószínűséggel nekik is voltak korábbi turisztikai élmények erről a területről. Valamint az, hogy ugyanabban az integrációban vagyunk, tehát ott nem érezzük magukat idegennek, mert az eurót már csak ismerik, ugye a személyek szabad áramlása működik, sőt, még a szociális Európa is működik egy picikét ebben a vonatkozásban is, bár ott szerintem ott vannak azért problémák végül. Észrevehető egy olyan tendencia, hogy tőlünk, és akkor picit a hazai helyzetről is beszéljünk, ugye említette, hogy ez a folyamat nem most kezdődött, de ugye nem a magyarokkal kezdődött, hogy tőlünk egyre többen gondolják úgy időskorban, hogy máshol szeretnék élni az idősnapjaikat? Fölmerül most már az emberekbe ez, mikor megtervezi valaki a jövőjét, főleg a nyugdíjas éveit, és valóban ez egy kulcskérdés, hogy a hazai ingatlan árrobbanás miatt olyan jelentős összegekhez lehet jutni, ahol amiből már lehet venni valóban egy budapesti panelből egy Alicante környéki családi házat, vagy lakást tudnak venni, akkor az egy jelentős minőségi előrelépés az embereknek az élet stílusába is, és az élet érzésében is. Plusz még, hogyha kiderül, hogy még bizonyos élelmiszer, még olcsóbb is ott, azért megmozgatja a fantáziáját a potenciális vándoroknak. Mi a kockázata, vagy árnyoldala ennek? A nyelvtudás. Bár ha valaki ott nem tud angolul, akkor, és ha a spanyolul nem tud, akkor még megvannak. De ha valaki nem tudja az angolt, akkor már azért problémák jönnek elő a kommunikációba. Vagy a másik az igazán érdekes, hogy a riportban is lehet látni, hogy nem egyének vándorolnak ki, hanem párok. Uh-huh. És ugye, ha valaki elveszíti a párját, ez egy olyan kritikus szituáció, ami ugye fölborít mindent. Plusz előfordulhat az is, hogy ne adj Isten, olyan krónikus betegség éri el őket, amit lehet, hogy szerencsésebb, hogy abban az országban meggyógyítani, ahol az anyanyelvük van. Tehát van ennek a dolognak árnyoldala is, de kétségtelenül fényes, és úgy tűnik, hogy a boldog időskort, a sikeres időskort, ők a tengerparton töltik el, kávézva töltik el, és élvezik az életet, és ezért van egy ilyen típus, ugye erről a típusról van most szó itt a filmekben, ez a típus az, ami a jól létet és kellemet kereső időskori vándorok típusa ez. Dori, milyen típusú hozzászólások érkeztek ezekhez az anyagokhoz, vagy mondjuk ehhez az anyaghoz? Sokan kiemelték a riportalanyaink bátorságát, hogy tényleg nyugdíjas korukban, tényleg a komfortzónájukat elhagyva egy teljesen számukra elvileg idegen országban új életet kezdenek. Ezt nagyon sok kommentelő kiemelte, hogy milyen ügyesek, hogy ezt nyugdíjasként megmerték lépni. És sokan kiemelték azt is egyébként, ami a riportból jól kijön, hogy ez a magyar kolónia, de hát, hogy tényleg nem egyénekről beszélünk, hanem ugye ott is összetartanak. Tehát nem csak arról van szó, hogy párok és házaspárok vonulnak ki, hanem ott is megtalálják egymást a magyarok, és egymást segítik és támogatják. És hogy ez a kolónia összetartása és egymás segítése is mennyire példaértékű, és hogy mennyire jó, hogy van, hiszen ott még nagyobb az egymásra utaltság, a nyelvi akadályok, az adminisztratív, bürokratikus dolgok, stb. Miatt. De persze sokan azt mondták, hogy ez csak egy jó reklámfilm, igazából 1000 euróból nem is lehet kijönni, meg tündérmese, anyagilag ezt nem lehet meglépni, de sokan aztán ott élők kommenteltek erre, hogy gyere ki és próbáld ki, mert hogy ők ismernek olyan aktív dolgozót is, aki távmunkában dolgozik kint, tehát hogy nem csak nyugdíjasokról van szó, hanem tényleg aki mondjuk digitális nomád, az is meg tudja ezt lépni, hogy mondjuk egy másik országból dolgozon, akár haza, akár egy másik országba. És azért az is felmerült valóban ez az egészségügyi vonzata, a párelvesztés, illetve az, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk magatehetetlenné válnak, vagy lebetegednek, de erre aztán sok kommentelő azt írta, hogy igazából erre Magyarországon sincs megoldás. Szóval nagyjából hogy magára lennének hagyva, magukra lennének hagyva ezek az emberek, és hogy ez most mindegy, hogy Spanyolországban történik, vagy Magyarországon, sőt lehet, hogy Spanyolországban esetleg még az egészségügyi ellátás színvonala magasabb is. Ez egyfajta migrációnak tekinthető már? Ez a szó, ez most negatív előjellel bír már Magyarországon, de egyébként meg a puszta jelentés ugye, tartalma érdekel.
egyértelműen migráció. A időskorúak nemzetközi vándorlása fogalmi keretbe tárgyalja ezt a szakradalom, és nagyon helyesen, itt nem csak kivándorlás van Magyarországról, hanem tehát magyarok kivándorlása külföldre nyugdíjasként, hanem nyugdíjasok bevándorlása, külföldi nyugdíjasok bevándorlása Magyarországra. Tehát ennek az éremnek is ugye van két oldala. És itt a mennyiségekről beszéltem, mert ugye egy picit nekem az a szakmám, azt érdemes tudnia, hogy most Magyarországon a népszámlálás idején 38 ezer külföldi állampolgár írt, aki 60 éves és idősebb volt. Ugye ez a nagyságrend, és nagyon érdekes, hogy a másik oldalon pedig a nyugdíjfolyósító intézet magyar állami nyugdíjat olyan 40, ugyanebben az időben, tehát 2022-ben a 48 ezer embernek küldött, folyósított ki. Tehát itt egy, már tényleg egy tömegjelenségről van már szó, bár ez a tömegjelenség azért viszonylag korlátozott, ha belegondolunk, hogy 2-3% a magyarországi nyugdíjasoknak, az nem olyan nagy szám, de már létező jelenség, és ha ezek a bizonyos folyamatok folytatódnak, a ingatlan áremelkedés, az infláció elviszi itteni nyugdíjatnak a vásárlóértékét, akkor bizony egyre többekbe merülhet föl ez a választás, mert csak azért is, mert ők már kicsit kockázatkerülők is lesznek, itt az úttörőket látjuk itt kint, akikről a riportok is szólnak. Tehát valaki már kitaposta egy picit itt odat. Halljuk, hogy egy magyar ingatlan közvetítő is van ott, tehát nem várható az, hogy valamilyen is furcsa mafiaszerű hálózatok lenyúlják majd a pénzüket, vagy kilakoltatják őket, vagy stb. Tehát kialakul a biznisz része is már kezd kialakulni ennek a folyamat. A szociális háló része is? Mert én feltételezném azt, hogyha egy-egy településen egyébként kvázi tömegével, vagy sok adott kolóniából, vagy adott nemzetből érkező nyugdíjas megjelenik, akkor ugye az egyik piaci rés, hogy akkor magyar nyelven segítek mondjuk lakáshoz jutni, de mondjuk a szociális háló is lekövetheti ezt? Vagy az olyan típusú tevékenységek szervezése, ami kifejezetten az idősekre vonatkozik? Talán igen, de itt leginkább a önszerveződést, ahogy hallottuk, az a fontos. Tehát lassan ezeken a területeken már ilyen diaszpórának, magyar diaszpórának nevezhető közösségek is kialakulnak majd, és itt a diaszpórának pontosan ismerjük általában a jegyeit, hogy azok ugye nem szakadnak el az országtól, föntartják a küldő országgal a kapcsolatot, hogy egymás segíti, hogy hallottuk is itt egymástól, programokat szerveznek, kitöltik az idejüket, és ami még lényeges, hogy az egyik interjúban fölmerült az is, hogy fontos volt az, hogy repülőtér legyen a környéken. Tehát, hogy ők bármikor haza tudjanak utazni az itt maradt családtagjaikhoz. Tehát nem egy olyan vándorokról vannak szó, akik végleges döntéssel itt hagyják az országot, és akkor elmennek, fölégetnek maguk mögött mindent, hanem tényleg egy ilyen biztonságos megoldással a visszatérés lehetőségét fönntartva költöztek ki. Tehát ha nem vesznek el ezek az országnak, ezek az emberek megítélésem szerint. És ugye említette már Sándor is, hogy az sem ritka, sőt, most már ugye komoly számok vannak, hogy hozzánk érkeznek, és ezzel is foglalkozott az Európai Unió egyébként, ugye nyilván a német nyugdíjasok érkezése kapcsán. Igen, ez egy tavaly készült riportunk egyébként, de még mindig nagyon aktuális kérdés. Ugye a ide költöző, főleg a Balaton környékére költöző német nyugdíjasok egyébként, és mi is a Balaton környékén forgattunk több nyugdíjassal, több ide költözött, Magyarországra költözött német nyugdíjassal. Volt köztük aktív is, tehát aki tényleg itt már 16 éve él, megtanult magyarul, vállalkozást indított, és el is mondta a riportban egyébként ezt a kezdeti nehézséget, mind a nyelvi, mind pedig a vállalkozás alapítás szintjén, hogy külföldiként milyen adminisztratív kalandpályán kellett úgymond áthaladnia. De forgatunk olyanokkal is, akik elég frissen érkeztek. Tőlük hoztam egyébként most interjú részletet. Nyilván ők kiemelték a megélhetési költségeket, de azért mást is mondtak, mást is kiemeltek, hogy miért pont Magyarországot választották. Hallgassuk meg, hogy mit mondtak. Persze van különbség a között, hogy az ember forintból vagy euróból él. Igen, ez egy óriási különbség.
Az inflációval pedig a következő a helyzet. Az igaz, hogy itt volt a legmagasabb az infláció, de miközben Németországban havi 500 eurót fizettem a gázért és az áramért, itt csak 100-at fizetek, és havi 400 euróért pedig simán tudok olyan élelmiszert venni, ami drágább. A közélet is befolyásolta a döntésüket. Holm nem ért egyet Németország bevándorlás politikájával. Németország? Hát igen. Itt Magyarországon nagyon jó a közbiztonság, kevés a bűnözés. Németországban sokkal több az ellenőrizetlen migráció miatt, és Magyarország ezekben a dolgokban sokkal jobb. Ahogy hallottuk, ugye egyrészt az ingatlan, az euró, még a rekordinfláció ellenére is egyébként Magyarországon többet ér a nyugdíjuk, de ugye például ennél a házaspárnál a közéleti kérdések, ők például támogatják azt, hogy Magyarország ennyire az illegális migráció ellen van, ellenben Németországgal. És hát a statisztikákon is látszik egyébként az, hogy az utóbbi években megnőtt ez a hazánkban élő német állampolgárok száma. Itt gyűjtöttem most a KSH adatait, 2019-ben 16.537-et regisztráltak, 2023-ban pedig 22.310-et, tehát ez most nem egy ilyen óriási nagy változás, de azért arról árulkodik, hogy ugye tényleg egyre több például német költözik Magyarországra, de azt viszont nem mutatják meg, hogy hiába jönnek szívesen Magyarországra a német nyugdíjasok, azért az a riportból egyébként kiderül, hogy sokan egy idő után vissza is térnek, és erre például portalanyunk Angie, aki megszólalt az előző részletben, ő az egészségügyi rendszert emelte ki, hogy azzal bizony azért nekik is problémáik vannak, és inkább magánba mennek, mert egyrészt a nyelvtudás miatt, és másrészt pedig az ellátás minősége miatt, és hogy ez hosszú távon lehet egy probléma. Na igen, nézzük akkor a másik oldalt, Sándor. Kik érkeznek hozzánk, és nekik miért előnyös Magyarország, és itt már hallhattunk például felvetést az egészségügyi rendszer kapcsán, ami viszont számukra kritikus lehet. Kezdjük akkor legkényesebbel, ez a németeknek ez a jobboldali érzelmüket kifejező németeket láthattunk ebben a riportban, de ugyanez a helyzet előfordult, már mértük is a holland időskori bevándorlóknál, és milyen érdekes, hogy most a legutóbbi választásokon mennyire előtört ott ugye a szélső jobb ebben a két országban. Tehát, de ez szerintem ez a mellékes motiváció valóban a fő motiváció az, hogy a kinti ingatlanárakból még mindig magasabb színvonalat tudnak itt biztosítani maguknak, ha itt vásárolnak, ha nem is telket, vagy lakást, vagy házat, de leginkább itt az a fontos, és az a jellemző a német bevándorlókkal kapcsolatosan, hogy ők nagyvárosi környezetből jöttek, és mindig nem egyszerűen csak a Balaton déli partja vagy északi partjára költöznek, hanem egy picit távolabb a rurális környezetbe, ahol egy picit átélik a rurális idillt. Ez nekik már a nagyvárosok után már önmagában egy fölüdülés. És tehát nem biztos, hogy mindig csak a Balaton a fontos, mert ugyanilyen fontos célterületek még Magyarországon, a nagyobb gyógyvizek környékén lévő települések is, ott is sporadikusan szinte megmagyarázhatatlanul sok külföldi vesz magának ingatlant, és ami lényeges, hogy nem biztos, hogy az egész évet töltik ők itt. Lehet, hogy az évnek csak egy szakaszát, lehet, hogy megosztják az életüket a két ország között. De mondom, én amit hangsúlyozni szeretnék az, hogy itt a rurális környezetet, tehát a vidékies környezetet azt, amit kedvelik ugye a németek, és nem csak a németek, hanem ugye a hollandok is, a svájciak is, ami viszont a időskori bevándorlóknál érdekes, van három olyan ország, ahol akiknek a 60 évesei, pontosabban a 60 pluszosai, tehát a időskorúak, azok mind Budapesten élnek. Biztos, hogy nem találják ki, hogy melyek azok, akik viszont nem vágynak abszolút a rurális idillre. Ezek a oroszok, kínaiak és a vietnámiak. Mint érdekességet mondom. Akik egyébként a turizmus szempontjából is meghatározóak, tehát hogy itt is visszacsenket egyébként az, amit a magyarokra mondott, hogy ha már láttam azt az országot, akkor kedvet kapok hozzá. Tehát azért mondjuk, hogyha turizmusra
gondolunk, akkor nagyon sok orosz-kínai érkezik például Magyarországra turistaként, és lehet, hogy ők is ugyanígy visszatérnek időskorukba. Összességében, hogyha össze kellene foglalni, akkor hogyan zárná, hogy az, amit most látunk, az egy teljesen természetes folyamat, ami viszonylag lassan, de azért már nem most elindult. Van ennek egy egészséges szintje, és mik azok a fő mutatók, tényezők, és ugye egyet már hangsúlyozott például ugye a magyarok tekintetében mondjuk az ingatlanárak emelkedése, amik ezt tovább ösztönözhetik, mármint a kivándorlást. Mennyiségekkel kezdve teljesen biztos az, hogy mindig is sokkal több helyben maradó nyugdíjas lesz, mint vándorló nyugdíjas. Ez szinte nem is kérdés. Most 2-3%, aki valóban vándorolt, nemzetközi vándorlást folytat, vagy visz végbe. Megjósolhatatlan, előrejelezhetetlen az, hogy egy folyamat az mikor indul meg, és mikor zuhan vissza. Gondoljanak a angol nyugdíjasok, akik szinte ellepték Spanyolországot, Portugáliát, Dél-Franciaországot, Olaszországot, a Brexit után szinte fejveszve menekültek haza. Tehát mindig történhet valami, ami viszont a magyarok kivándorlását, illetve Magyarországra bevándorlást, az elősegíti az egyértelműen az Európai Uniónak a környezete, mind a jogi, mind a pénzügyi környezete, ami egyfajta biztonságot ad a bennlévőknek. Csak csömbben megjegyzem, hogy a Magyarországra utalt nyugdíjak nál ingyenesen utalja át például a Európai Gazdasági Térségbe a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, de akik hiába, hogy szerződésünk van velük, vagy ezeken kívüli országban, viszont már 6500 forint minden egyes utalásnak a díja. És mivel itt például Magyarországról nagyon sokan alacsony nyugdíjakat kapnak különböző országokban, néhol már az egyharmadát vagy egy negyedét is elviszi ez a díj, ami a utalás tehet. Ez sem mindegy, tehát, hogy hol. Dóri, tudom, hogy hosszan tudnánk még erről a témáról is beszélni. Hagyom, hogy vagy reagálj egy mondatot, vagy ajánljál nekünk témát a következő Európából. Szívesen ajánlok akkor témát a következő Európából, hiszen ott is nagyon sok új érdekes témánk van. Például újra lesz helyszíni riportunk az ukrán frontról, ezúttal Pokrovszkból egyébként, és egy német postást kísért el az egyik kollégánk a munkanapjára, és ez azért különleges dolog, mert hogy ő az Északi-tengeren postás, egy olyan szigeten, ahová tulajdonképpen csak akkor tud besétálni, amikor éppen apály van. És ez egy nagyon különleges útvonal, és egy nagyon különleges munkanap, amiben így betekintést engedünk a következő Európa adásban. Tartsanak akkor is velünk, dr. Illés Sándor geodemográfusnak. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm.